Tolna KC már csak akkor volt képes ilyen és ehhez hasonlatos akciókra, amikor már állandósult az Irdésmond 20 gólos különbség közte és a Peac között. A gól persze szép volt, amit mélységi befutásból Csajko Eliza szerzett, de a mérkőzés összképe alapján nem osztott, nem szorzott. Persze nagy leszúrást egyáltalán nem kaphatnak a lányok. Elvégre az új szezon nyitó mérkőzésén az egyik bajnok jelölt a pécsi egyetemisták csapata a Peac vizitált Tolnán, foglalkoztatva két szekszárdi nevelésű játékost is. Az első félidő leszámítva a felvezető 5 percet volt libércnyomásos tolnai szempontból, ami egyenesen vezetett már ekkor kialakult 14 gólos különbséghez, a 23-9-hez, gyakorlatilag nulla védekezéssel megkönnyítették a Peac játékosainak gólszerzési esélyeit. Az első félidő az egy ilyen, így bealudtunk tulajdonképpen, ezt tudnám mondani, vagy az izgatottság, vagy az akarás. Az első 10 perc az teljesen jó volt, és utána, mintha megállt volna az egész menete a játéknak. A második félidőben már 16 gólra volt képes a házigazda tolnai csapat. Ez nyilván összefügg az ellenfél gyakori rotációjával, kedvére cserélte, változtatta a játékosokat a Peac edzője. De önmagukhoz képest mindenképpen följavultak a hazai sárga-feketék, ez is lemérhető volt. De az is, hogy a felkészülés utolsó szakasza bizony nem volt, nem lehetett a legjobb, több játékos messze a formájától, és létszámhiány miatt kevés volt az érdemi, csapat összedolgozó taktikai edzés. Időben elkezdtük az edzéseket, csak az utóbbi 2-3 hétben voltak problémák a csapaton belül. A sorsolás úgy alakult, hogy ősszel 7-szer itthon játszanak, és csak 4-szer mennek idegenbe. A biztos bentmaradáshoz szükséges pontokat a hazai mérkőzéseken kell mindenképpen megszerezni. Úgy, hogy nem erősödött tavalyihoz képest a csapat, persze játékosok jöttek, mentek. Az itthoni mérkőzésekből azért itt én úgy gondolom, hogy kicsit több esélyünk van, mint az idegenben, de hát tavaly nyertünk Siófokon is 6 góllal, tehát vannak ilyen furcsa, a nőknél vannak furcsa dolgok. Pontokat terveznek az újonc Tungsram ellen, természetesen oda-vissza győzni szeretnének a Tamási ellen, és meg akarják tartani ebbéli szokásukat, mármint hogy legalább egyszer győznek, a Balatonboglár ellen is az idei szezonban. Máté Zsanett sajnos abbajta a játékot, a védelemből mindenképpen nagyon hiányozni fog. Halovány remény sugároz erősödésre a Paksról érkező játékosok, valamint a saját nevelésű fiatalok szerepeltetése a felnőtt csapatban. A Szmacska Liliana, itt a jobb szélen az a hosszú barnahajú lány, Domsa Éva, aki még az IFI-ből mindenképpen, tehát őket azért be kell építeni. Van még egy játékos, aki az IFI-ből jön, de ő ma nem tudott itt részt venni. A volt Paksból Tancsa Zsuzsa jött még, ő balkezes, de hát ugye össze kell még azért szokni a csapattal. Mivel a szekszárdi fekete gólyák KC is ebben az osztályban szerepel az idén, így ebben a bajnokságban legalább 2-szer lesz Tolna KC szekszárd meccs is, ami a jelenlegi erőviszonyok alapján nem túl sok jóval kecsegtet a tolnaiak számára.